Vajdaságnak nagyobb hatásköröket kellene biztosítani a szerbiai alkotmány módosításakor. Az MNT által meghatározott jeles napok központi ünnepségeinek ezen túl más-más város lehet a házigazdája. Február 1-től a török kanizsaiak helyben tájékozódhatnak az egyszerűsített honosítási eljárás ügymenetéről. Elégedett a szabadkai szociális védelemmel a városvezetés. Jó estét kívánok! Vajdaságnak nagyobb hatásköröket kellene biztosítani a szerbiai alkotmány módosításakor, jelentette ki a Tanjug hírügynökség kerekasztal beszélgetésén Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője. Elfogadhatatlan számunkra az, hogy az alkotmány Szerbiát a szerbek és Szerbia más állampolgárai államaként definiálja, határozza meg. Nem lehetnek első és másodrangú állampolgárok, és ha figyelembe vesszük azt, hogy a legutóbbi népszámlálás adatai szerint Szerbiában a lakosság 18%-a valamely nemzeti közösséghez, nemzeti kisebbséghez tartozik, nem értünk egyet azzal, hogy csökkentsék a parlamenti képviselők számát, azért nem, mert ez mindösszesen 0,06%-os megtakarítást jelentene éves szinten az országos költségvetés szempontjából. Ugyanakkor el lehetetleníteni a nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletét a számbelileg kisebb nemzeti közösség esetében. Józsa László és Saláta Zoltán képviselik a Magyar Nemzeti Tanácsot az Emberi Jogi és Kisebbségügyi Minisztérium összejövetelén. A belgrádi nemzetközi tanácskozás témája, hogyan alkalmazható a gyakorlatban az emberi jogok és a nemzeti közösségek védelme. A szerbiai és a külföldi szakemberek ismertetik az emberi jogokról szóló egyezményt, a nemzeti törvénykezések vonatkozó szakaszait, illetve szó lesz a nemzeti tanácsok szerepéről és felelősségéről, valamint a stratégiai tervezés fontosságáról. A háromnapos összejövetelre 9 nemzeti tanács képviselőit hívták meg. A Magyar Nemzeti Tanács által meghatározott jeles napok központi ünnepségeinek ezentúl más-más város lehet a házigazdája. Többek között erről tárgyaltak ma Szabadkán az MNT Kulturális Bizottságának ülésén. Az új művelődési egyesületek és szervezetek bevonásával várhatóan biztonságosabb szervezői hátteret kapnak a kiemelt ünnepek, nyilatkozta Siflis Zoltán. Hát azt szeretnénk, hogy a jövőbe ezek a rendezvények hát vándoroljonak, tehát hogy egész más művelődési egyesületek, szervezetek vállalják fel a szervezést, és így a korábbi hagyománytól eltérően nem a már megszokott városokba, helyszínekbe kerülne megrendezésre ezek a jeles rendezvényeink, hanem új művelődési egyesületek, új szervezők bevonásával, remélve, hogy új arculata, új tartalma lesz ezeknek a jeles napjainknak. Az összejövetelen továbbá napirenden szerepelt a Magyar Kanizsai Nagy József Regionális Kreatív Műhely, a József Attila Könyvtár, a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Zombori Levéltár igazgatóbizottsági tagjainak kinevezése is. Február 1-től a török kanizsaiak helyben tájékozódhatnak az egyszerűsített honosítási eljárás ügymenetéről. December elején lakossági fórumon született döntés arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség helyi irodája segít majd a kérelmek kitöltésében. Jövőkettől a Vajdasági Fejlesztési Háló munkatársai állnak a lakosok rendelkezésére. Februártól kezdve Törökkanizsán is lehet ezt a szolgáltatást úgymond igényelni, hiszen a helyi Vajdasági Fejlesztési Háló irodája át fogja venni ezeket a feladatokat, tehát a törökkanizsai polgárok is februártól jelentkezhetnek. A helyi polgárok közül többen is jelezték, hogy igényt tartanak a tájékoztatásra. Vannak már olyan érdeklődők is, akik már korábban időpontot kértek a szabadkai főkonzulátuson, és amíg nem kerülnek sorra, addig ugye beszerzik a szükséges dokumentumokat, illetve olyanok is vannak, akik Magyarországon adták, illetve szeretnék átadni ezeket a kérvényeket, tehát az önéletrajz, illetve az űrlapok kitöltésében teljes mértékben segítséget tudunk nyújtani. A
Vajdasági Fejlesztési Háló irodájában az érdeklődők csak tájékozódhatnak a honosítási eljárásról. A kérelmeket továbbra is a magyar állami képviseleteken fogadják. A horvátok demokratikus közössége közleményben tiltakozik amiatt, hogy kettős állampolgárok nem dolgozhatnak a belügyi titkárságon. Az erről szóló rendelet alkotmányellenes, diszkriminatív és sérti a polgárok alapvető emberi jogait, többek között a munkához való jogot és a kisebbségi jogokat áll a közleményben. Arra is felhívják a figyelmet, hogy már is több olyan alkalmazottja van a belügyi szerveknek, akik kettős állampolgárok. A pártvezetői támogatják azt a kezdeményezést, hogy ezeket az előírásokat minél előbb szüntessék meg, és valóban biztosítsák az egyenlőséget az ország minden állampolgárának. Szerbiában a kisebbségek elleni atrocitások száma csak statisztikailag csökken, mivel az áldozatok már nem jelentik az erőszakot, hangzott el Topolyán a Magyar Remény Mozgalom sajtótájékoztatóján. Az MRM elnöke László Bálint szerint az elmúlt 10 évben bebizonyosodott, hogy Szerbia képtelen normális nemzetiségi politikát folytatni. A Magyar Remény Mozgalom politikusai szerint a hatalom ténylegesen semmit sem tesz a helyzet javításáért. Szeretném megkérni a polgármester urat, hogy fejtse ki egy kicsit bővebben azt a kijelentését, illetve magyarázza meg, hogy milyen összefüggést lát egyáltalán a tolerancia programok és az etnikai incidensek számának csökkenése között. Ez nekem teljesen nem világos dolog, remélem nem azt akarja elhitetni Topolya község polgáraival, hogy az adófizető topolyai és más polgárok pénzén megszervezett tolerancia táboroknak bármi köze is van a két dolognak egymáshoz. Bábi Attila, Topolya polgármestere az MRM álláspontjaira reagálva azt nyilatkozta, az erőszak csökkenése kapcsán statisztikára kell hivatkozni, nem pedig légből kapott adatokra. Az ilyen jellegű sajtótájékoztatók helyett én inkább valamilyen megoldást keresnék, vagy valami javaslatot, hogy hogyan lehetne a jelenlegi helyzetet orvosolni mindenféleképp, hiszen a pálya széléről bekiabálni mindenki tud, tehát be kellene jönni a pályára is játszani. Én azt hiszem, hogy maga a tolerancia program is mindenféleképp egyfajta megoldás az ilyen jelenségekre, és mi, amikor elkezdtük ezt a tolerancia programot csinálni, tisztában voltunk avval, hogy ez hosszantartó folyamat. A Magyar Remény Mozgalom szerint az emberek úgy érzik, nincs értelme bejelenteni az atrocitásokat, mivel az elkövetők nem kapnak példás büntetést. 14 európai ország és 17 dunamenti régió parlamenti elnökeinek küldött meghívót Slavica Djukić Dejanović, a szerbiai, és Egeresi Sándor, a vajdasági parlament elnöke. A politikusokat arra kérik, vegyenek részt április 5-én és 6-án a Duna régió parlamenti elnökeinek első konferenciáján Újvidéken. A tanácskozás témája a régió megalakítása, a Duna stratégia alkalmazása, valamint az országok és régiók együttműködése lesz. A két házelnök európai kollégáinak azt javasolja, hogy intézményesítsék ezt a tanácskozást, és évente egyszer üljönek össze, hogy megvitassák a Duna-menti együttműködés fejlődését. A munkanélküliség csökkentését és a gazdaság fellendítését segíti a tartomány 4. inkubátorháza. A szabadkai, a nagybecskereki és a zentai után most Újvidéken nyílt meg a létesítmény, amely 12 irodahelyiséggel rendelkezik. Ugyanennyi kezdő vállalkozónak, cégnek ad majd otthont, illetve nyújt üzleti szaktanácsot, felszerelést a sikeres induláshoz. Az inkubátorház létrehozását a USAID, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala, az ADA Osztrák Fejlesztési Ügynökség és a VIP, a Vajdasági Beruházás Serkentő Alap támogatták. Az épület átadásakor Pásztor István tartományi gazdasági titkár azt nyilatkozta, hogy minden kormánynak feladata megfelelő alapokat teremteni a sikeres üzletkezdésekhez. Ezek az alapok pedig nem merülnek ki a pénzügyi forrásokban, hanem az intézményes hátteret is magukba kell foglalniuk. Igaz, egyelőre még nincs lakója az inkubátornak, ám jó magam remélem, hamarosan a helyszűke lesz a legnagyobb gond, tette hozzá a tartományi kormányalelnök. Logisztikai ügyintéző képzés indul februárban Szabadkán egy IPA projekt keretében. A több hónapos tanfolyamot a határ mindkét oldalán megszervezik Szabadkán, a Szakegyesületek és Társulatok Szövetsége a koordinátor, még várják a jelentkezéseket.
A Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program által támogatott projekt célja a foglalkoztatottság javítása. Logisztikai ügyintézőkből hiány van Vajdaságban, ezt az űrt szeretnék pótolni a hamarosan induló tanfolyammal. Február 19-én indul a szakképzés, tehát terveink szerint 25-30 lehet a maximális jelentkezők száma. Ez körülbelül 5 hónapig fog tartani, tehát elég intenzív tanfolyamról van szó. Hétvégénként lesz az előadás. A 135 ezer euró összértékű projekt tavaly nyáron kezdődött, és júniusban a képzést követő vizsgával fejeződik be. Lesz egy alapképzés, ami 400 órából áll, és az a célunk, hogy tehát minimum 20 személy letegye ezt a vizsgát, tehát hogy ő kiképezze magát, tehát ilyen általános logisztikai ismert szakértővé. A másik része az pedig ilyen 60 órás tanfolyam, tehát ebből a 20-ból szeretnénk kiválasztani a 10 legmegfelelőbbet, akik trénerek lesznek. A logisztikai ügyintézői tanfolyamra február 10-ig lehet jelentkezni a Szakegyesületek és Társulatok Szövetségében. Hét program keretében 60 ezre juthatnak munkahelyhez az idén Szerbiában, hozta nyilvánosságra a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Az illetékesek szerint erre a célra a kormány 7 milliárd dinárt biztosított, ami kétszer annyi, mint a tavalyi ugyanilyen célokra költött összeg, amikor 35 ezren kaptak állást. A múlt évi programok idén bővülnek, és az első munkahelyek megteremtése, illetve az ismert munkáltatók számára képzett munkaerőbiztosítása kap elsőbséget. A jelenlegi alkalmazottak mintegy felét elbocsátja néhány hónapon belül a szabadkai ATB Szever, figyelmeztetett mai sajtótájékoztatóján a gyár kis részvényeseinek egyesülete. Tudomásuk szerint több mint 300-an maradnak munkanélkül. Az egyesület úgy véli, minden jel arra utal, hogy a hajdani nagyvállalat csődbe kerül. Arról értesültek ugyanis, hogy a múlt év végén 700 gép került ki a gyárból, és a termeléshez szükséges nyersanyag sem biztosított. A kis részvényesek február végére tüntetést szerveznek, miután hiába kérték az önkormányzat, a privatizációs ügynökség és a köztársasági kormány intézkedését. A hótakaró az északbácskai földeken jó hatással van a búza fejlődésére, vélik az agrárszakértők. Szélsőséges hideg esetén, vagyis ha a hőmérséklet mínusz 15 Celsius alá süllyed, akkor már ez a vékony hóréteg nem tudja megvédeni a búzát, nyilatkozták a szakszolgálatoknál. Az elemzések alapján a kenyérgabona egyelőre szépen fejlődik. A szakértők arra biztatják a termelőket, hogy mielőtt nekilátnak a februári agrotechnikai intézkedéseknek, végezzenek talajelemzést. A mezőgazdasági miniszter szerint kizárt, hogy Szerbiába dioxinnal mérgezett termék érkezzen. Szigorú ugyanis a mezőgazdasági élelmiszeripari termékek ellenőrzése. Tavaly például csak állategészségügyi vizsgálatból 280 ezret végeztek el, nyilatkozta Sasa Dragin. Kiemelte, a 90-es évek talán egyetlen pozitív hozadéka, hogy természetes forrásaink nem mérgezettek, vagyis nálunk egészséges az élelmiszer és génmanipulált terményt sem termesztünk, nyilatkozta a miniszter. Elégedett a szabadkai szociális védelemmel a város vezetősége, az ilyen jellegű szolgáltatásokat nyújtó intézmények pedig országos szinten is példaértékűnek tartják az önkormányzati segítségnyújtást. Az illetékesek erről ma sajtótájékoztatón számoltak be. Szabadkán az idén 106 millió dinár jut a költségvetésből szociális védelemre. Megmarad minden, ami volt. Szeretnénk jobban és bizonyos értelemben többet nyújtani a szükséghelyzetben levő polgártársainknak. Természetesen nem maradnak el azok az egyszeri anyagi segélyek sem, amelyekről már Szabadka felismerhetővé vált. A szociális védelemre szánt összegnek majdnem a felét, 45 millió dinárt a gerontológiai központ kapta. A szociális központ majdnem 20 millió dinárból gazdálkodhat. Pružaju pomoć u vidu paketa hrane, narodne kuhinje, paketa higijene i pružamo i savjetodavno-terapijske znači usluge u okviru Centra za podršku porodici. A Vöröskereszt a támogatásnak köszönhetően 350 adaggal tudta megnövelni az ingyen ebédek számát a téli hónapokban. A szociális juttatásból a Caritas is részesül.
A város erre 2.773.000 dinárt ad, ami a házigondozási szolgálatunknak körülbelül egy harmad része. Az önkormányzati pénzből a Zsárkózrenyanin általános és középiskolában, illetve a Kolevka gyermekotthonban működő napközi, valamint az Expecto Mental Higiéni Alapítvány azonos mértékben részesül, intézményenként 4 millió dinárt kapnak. Az Expecto Mental Higiéni Alapítvány nyújtani fogja ugyanazokat a szolgáltatásait, amit eddig is kínáltunk elsősorban a fiataloknak. A nehéz gazdasági helyzet ellenére az elmúlt években nem csökkent a szociális juttatásokra fordított keretösszeg, hangsúlyozta a sajtótájékoztatón a Városi Tanács illetékese. Szerbiában évente 1400 új méhnyakrákos megbetegedést diagnosztizálnak, amiben a betegek negyede belehal. Annak ellenére, hogy nálunk is egyre több nő vesz részt a szűrővizsgálatokon, az európai megbetegedési listán az ország továbbra is az első között szerepel. A méhnyakrák megelőzési központ vezetője az európai méhnyakrák megelőzés hetének keretében a szűrővizsgálatok jelentőségére hívta fel a figyelmet. A daganatos betegségben szenvedő gyermekek és családjuk bevonásával műhelymunkákat szervez az érintett szülők szerbiai egyesülete, hogy megkönnyítsék a beteg kicsinyeknek a klinikákon való tartózkodást. A foglalkozásokkal arra is szeretnék felhívni a figyelmet, mennyire fontos a kezelés ideje alatt, valamint után is a pszichoszociális támogatás. Az egyesület szakemberek segítségével állította össze a foglalkozásokat, melyeket 6 hónapon át tartanak a Szerbia a rák ellen elnevezésű országos stratégia keretében. Európa keleti része felé terjeszkedik a szezonális influenza vírus. Az Európai Járványügyi Központ szerint mind több a beteg Hollandiában, Írországban, Spanyolországban és Franciaországban. Több száz embert ápolnak intenzív osztályokon, és növekszik a halálozások száma is. A szakemberek aggodalmukat fejezték ki, különösen amiatt, hogy a mostani influenza szezonban, amelyben a H1N1 vírustörzs dominál, nagy számban betegednek meg a fiatalok. A szakemberek a védőoltás felvételét tanácsolják. A 20. század építészete a Vajdaságban című monográfiát esti városnézéssel egybekötött, a magyar szecesszióról szóló előadásokkal mutatták be tegnap Szabadkán. A könyvbemutató előtt Viktória Aladzsics helyi építész tartott előadást a vajdasági szecesszióról az esti városnézés állomásain, a Városi Múzeum épületében, a zsinagógában, a Városháza dísztermében és a Rájhöl palotában. Előadásában a Szabadkát jellemző magyar szecessziós értékekre hívta fel a figyelmet. A gazdagon illusztrált kötetet a szerző nem csak a szakembereknek szánta. Knjiga, o kojoj pričamo, arhitektura 20. veka u Vojvodini, je u stvari na neki način nastavak jednog ciklusa istraživanja i velikih studija koje je Muzej savremene umetnosti u Vojvodini uradio u poslednjih nekoliko godina. Mogu kažem da je ova knjiga jedna od prvih koja je izašla iz jedne velike knjige koja se bavi evropskim kontekstima umetnosti u Vojvodini 20. veka. A kiadványt a képzőművészeti találkozóban mutatták be, ahol vajdasági építészek méltatták a monográfiát. Vajdaságban idén növekszik a kőolaj és a gáz kitermelés. Többek között ez derül ki a tartomány 2011-re vonatkozó energiaügyi jelentéséből, melyet a vajdasági kormányülésén fogadtak el. Radoslav Strikovics energiaügyi titkár kiemelte, a mérleg készítés célja az volt, hogy megállapítsák Vajdaság energiaszükségletét és biztosítsák az ellátást. A szakemberek tervei szerint a kőolaj 19, a földgáz kitermelés 25%-kal növekedne, a szénbányászat pedig a Duna medréből Kovinnál 16%-kal lenne nagyobb, mint tavaly. Legnagyobb mértékben a megújuló energiaforrások felhasználása emelkedne, a biodízel például több mint 300%-kal. Ha ez meg is valósulna, a kapacitásoknak még mindig csak az 1/10-ét használná ki a tartomány. Az energiabehozatal a tervek szerint 5%-kal csökken majd. Híradónk végén még egyszer legfontosabb híreink röviden. Vajdaságnak nagyobb hatásköröket kellene biztosítani a szerbiai alkotmány módosításakor. Az MNT által meghatározott jeles napok központi ünnepségeinek ezen túl más-más város lehet a házigazdája. Február 1-től a török kanizsaiak helyben tájékozódhatnak az egyszerűsített honosítási eljárás ügymenetéről.
Elégedett a szabadkai szociális védelemmel a városvezetés. Holnap az interjú vendége Újhelyi Nándor, a Törökkanizsai Községi Képviselőtestület elnöke. A Pannongazdában a szülészettel, borászattal kapcsolatos riportjaink szerepelnek. Látogassanak el megújult honlapunkra is, a www.pannonrtv.com-ra. További kellemes estét!